a szempontból is, hogy semmi más nem szerepel rajta, mint két emberi hang. Szeretettel. Ez a címe annak a 2013-ban megjelent albumnak, amelyen két hang csendül fel. Kudlik Júlia és Szvorák Katalin közös örömüzenetét fogalmazta meg az 55 perces összeállításban. Vajdasági körútjuk első Bács-Fekete-hegyi állomásán Dudás Károly a VMMS elnöke köszöntötte a magyarországi vendégelőadókat és a közönséget. A műsorban a vers részletek mellett Kudlik Júlia saját gondolatai hangzanak el. Ha a ma embere nem döbben rá arra, hogy ugyanaz az egyetlen járható út van előttünk, mint 2000 évvel ezelőtt, vagyis a szeretet útja, akkor elpusztulunk mindegy szálig, és meg fogjuk érdemelni, de én optimista vagyok, és azt gondolom, hogy miután rajtunk múlik, hát az ember csak lesz annyira ember, hogy észhez tér, és rálép erre az útra. Ezekhez a monológokhoz kapcsolódnak az egyházi és népi énekek, Szvorák Katalin Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadásában. Ezek a népdalok annyira polifón, annyira különleges üzeneteket tartalmaznak, hogy nagyon hozzáillenek azokhoz a gondolatokhoz, amiket a Júlia mond a szeretetről. Egyébként is úgy gondolom, hogy ha az ember énekel, akkor szeretetet közvetít a dalokon keresztül, az énekeken keresztül. És hát itt a Kárpát-medence és a moldvai csángó dalokból válogattam. Vajdasági turnéjukon az előadók több mint 10 helyen mutatják be a Szeretettel című albumot a következő napokban. A délvidéki vendégszereplést Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. Dicsérjen a hold, halovány arcú húgocskát.